A kiállítás célja, hogy bemutassa, mivel foglalkoznak a gyermekek az Alternatíva Központban. Az intézmény szolgáltatásait jelenleg 10 gyermek vesz igénybe, míg az elmúlt egy évtizedben mintegy 50 diáknak nyújtott segítséget. Az a célunk, hogy javítsunk polgártársaink életminőségén. A Szociális Központ gyámhivatalként segít a rászorulóknak a társadalmi és szociális támogatások biztosításában. A Szociális Központ a legújabb projektumának köszönhetően a hagyományos szolgáltatások mellett tanácsadói, terápiás és szociális edukációs szolgáltatásokat is nyújt a polgároknak. Egyes szociális szolgáltatásokat civil szervezetekkel együttműködve valósítottunk meg idáig, ezért az utolsó képviselőtestületi ülésen egy új intézményt alapítottunk, ez a jövő évben kezdi meg tevékenységét. Így a szolgáltatásokat a Szociális Központ segítségével végezzük majd. A nagybecskereki városi költségvetésből az idén 125 millió dinárt fordítottak szociális védelemre.